Szép napot kívánunk mindenkinek, sziasztok! Ezúttal Csielka Márkal, Vas, Blanka és Oltar Attila erőléti edzőjével beszélgetünk. Csáú már köszi szépen, hogy bejöttél hozzánk. Sziasztok, köszönöm én is a megtiszteltetést. Induljunk szerintem onnan, hogy egyrészt az a megfogalmazás, hogy erőléti edző már érdekes. Te ugye mai napig együtt együttműködsz az említett versenyzőkkel, sőt, fetteredikkel is együtt dolgozol, amikor együtt tudsz. Mióta tart a kapcsolat, sőt, mióta ismerette Atit? Így van, a mai napig tart a kapcsolat Attival és Blankával majdnem, hogy napi kapcsolat szintjén. Erikkel már kevésbé, de jó ideig vele is közösen dolgoztam. Mióta tart a kapcsolat? Fú, hát Attit igazából kisgyerekkora óta ismerem, mert édesapja volt a nevelőedzőm, tehát gyakorlatilag 2004 környékén ismerhettem meg először. Tehát akkor nagyjából Walter úr volt 6 éves. Körülbelül. És ebből következik, hogy te meg tekertél? Igen, annó én versenyeztem a Cube csömörben, amit a Walter Tibi menedzselt, ezt a csapatot, később pedig a profi csapatban, amit pár társával hozott létre. Úgyhogy innen származik az ismertség alapvetően. Az a podcast szponzora a Garmin. Ismered a Garmin bringás rendszerét? Alapja egy Edge kompjúter, amihez kapcsolódhatnak különféle szenzorok, lámpák, vagy akár a mögötted közlekedő autókat jelző radar. A jegyzéseket pedig tax okos görgők segítik. Nem kell profinak lenned, a Garmin kerékpáros eszközök az egyszerű túrától a legkeményebb versenyekig veled vannak. Részletek a Garmin.hu-n. Van tehát kerékpáros múltad, és van jelened is. Szerintem nagyon-nagyon érdekes, és talán kezdjünk ezzel, hogy te mai napig dolgozhatsz, és direkt használom ezt a szót, dolgozhatsz együtt Atival, tehát konkrétan arra következtetnék, hogy a viszmában nyitottak arra, hogyha az emberükkel jó szakember dolgozik, akkor menjen a melomérne, lehessen együtt dolgozni vele. Így van, ez még az FDZ-nél kezdődött a közös munkánk egyébként. Amikor is Ati keresett meg, hogy ő szeretne velem dolgozni közösen, és átívált a karrierünk a Jumbo-ban is, ahol az első évében szabad kezet kaptunk, ekkor még nem volt a Jumbo-nál erőnléti edző. Teljes szabadkezet kaptunk, nyilván megmondták, hogy melyik nap végezhet, és nagyjából tudni szerették volna, hogy mit, viszont az idei évtől ez nagyon-nagyon nagyot változott a Jumbo-nál, mert felvettek egy erőnléti koordinátort, egy erőnléti edzőt, és minden versenyzőnek a saját erőnléti edzőjét jó alaposan megvizsgálták. Tehát tőlem is, és az összes versenyző edzőjétől bekérték a korábbi edzésterveket, telefonos beszélgetések következtek, stb. stb. És akkor ez alapján egyébként a nagy részét, ha jól tudom, az a személyes erőnléti edzők 80-90 át kirúgták. Tehát akkor mondhatták volna neked is azt, hogy már köszönjük szépen, nem dolgozunk tovább együtt. Így van, így van. Igazából ez úgy volt, hogy Ati mondta a, a csapatnak, hogy ő szeretne továbbra is velem dolgozni, és akkor ezt követte az előbb említett beszélgetés és edzésterveknek a bekérése, és ez alapján igen szabad kezet adtak egyébként a, a közös munkának, de talán az egész csapatban három vagy négy ilyen magánedző maradhatott meg, de egyébként a mai napig az összes edzéstervet átnézik, megnézik. Tehát egy nagyon-nagyon fontos filozófiai jumbóban az, hogy mindenki, minden edző, minden szakember átlátja a versenyzők programját. Tehát mindenki tud mindenről. Számított az nekik bármit egyetlen tudnak róla, hogy te mondjuk Blankával is dolgozol? Vagy ez viszmát mér érdekelni? Hát ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy az Ati, amikor beszél az edzőivel, akkor szerintem ő szót ejt ezekről a dolgokról, bár ezt, ezt igazából tőle kéne megkérdezni. A viszmának számít az, hogy neked milyen papírjaid vannak? Nyilván az, hogy mondjuk angolul beszélsz velük, az alap, ezt értjük. De az számít nekik, hogy mit csinálsz, meg milyen edzést tervet küldesz, vagy számít az, hogy Csiák már ezt a sulit, ezt a sulit, ezt a sulit elvégezte? Egyáltalán nem kérdeztek a papírjaimról. Szerintem két dolog volt nekik nagyon fontos. Az atinak a bizalma, amit szerintem szem előtt tartottak, hogy, hogy ő velem szeretne tovább dolgozni. Azt gondolom, hogy volt biztos pár jó szava, hogy egyébként én a megfelelő ember vagyok számára, stb. stb. régóta ismerjük egymást. Egyébként tényleg nagyon jól ismerem a testét, a reakcióit különböző típusú edzésekre a másik pedig gyakorlatilag egyesével bekérték az összes kiadott edzéstervet, és azt gondolom, hogy ezt végig is nézték. Amit te a... Amit korábban, még az fdz és az első jumbós éves korban a ti kezei közé bocsátottam, ezt mind bekérték, végignézték, és ezt eztán egy jó egy-másfél órát beszélgettem az erőnléti koordinátor srácsal. Te kaptál ott olyan kérdéseket, amin meglepődtél, vagy gyakorlatilag tízből tízre tudtál válaszolni. És ott már érezted, hogy lehet, hogy pár embert kivágtak, de hogy te maradsz. Egyáltalán nem voltam benne biztos, hogy maradok egyébként. Kicsit remegett is a kezem a beszélgetés közben őszintén szólva. Úgyhogy nem voltam benne biztos, hogy maradok. Egyáltalán nem. és De viszont azt éreztem, hogy a srácnak a filozófiája, meg a zenyém az eléggé egyezik és ez, ezt egyébként ki is mondták, ezzel hagyd csak egyek el, hogy volt egy ilyen kis csapat megbeszélés, kis csapat meeting, és ott ez a srác el is mondta, hogy, hogy Atinak van a legjobb edzést a csapatból a magánedzők közül, és hogy nagyon-nagyon egyezik a filozófia és hogy le a kalappal előttem. Úgyhogy ez borzasztóan jól esett. Ki ez a srác egészen pontosan? ő járnó, aki korábban foci csapatokkal dolgozott, mint erőnléti edző, egy holland erőnléti edző, és őt vették fel a Viszmához, mint, mint erőnléti edzőt, hogy még egyszer kimondjam ezt a gyönyörű szót, és egyébként neki a legfontosabb feladata az, hogy a, a sportolók, bringások, testi állapotát folyamatosan feltérképezze, jelentse a többi edzőnek, és ennek megfelelően adjon nekik akár korrekciós, korrekciós programot, erőnléti edzéseket, stb. stb. Menjünk vissza az időbe, Walter Attila téged megkeresett, fdz is időszak, hogy szeretne veled együtt dolgozni. Oké, okay, hogy te kertél, ezt hallottuk, de volt neked ügyfeled kerékpáros? Volt egyébként, annó még a Pannon Cycling team kezdtem el dolgozni, amikor Kisáron távozott a csapattól, mint erőnléti és kerékpáros edzőek akkor Szabó Ádám sportívó direktóre vette át a kerékpáros edzések menedzselését, és én pedig az erőnléti edzéseket menedzeltem a srácoknál. De talán azelőtt is dolgoztam amatőr kerékpárosokkal, azóta egyébként elég sok bringással dolgoztam, meg dolgozom a mai napig fiatalokkal, az előbb említett neveken kívül. Úgyhogy igen, abszolút igen azt mondta neked, Walter Attila, hogy már ismerjük egymást, én megbízom benned, azt szeretném elérni, hogy. Mit mondott ő, és te hogy készültél fel Walter Attillára, Walter Attillából? egyrészt jó magam is kerékpároztam, tehát azt gondolom, hogy elég széles így a, a látásmódom a kerékpárról kapcsolatosan, meg elég régóta képzem magam ezen a téren, ettől függetlenül is. De nyilván ez borzasztó nagy dolog, Na, tehát nagy dolognak éreztem az, hogy az Attila bizalmat szavaz nekem, mert nagyon profi szemléletű srác, azért ezt mindenki tudja róla. Nagyon jól esett, de egyébként ugyanúgy kezeltem, mint bármelyik másik sportoló. Tehát ugyanazokon a felméréseken esett át, mint mindenki más, ami neki a fő és legfontosabb dolog volt az, hogy a kerékpározásból fakodó, tehát ez egy nagyon egyoldalú terhelés, és ezek, ezt, ezt az egyoldalú terhelést ellensúlyozni kell valami módon. Ez az egyik, ez egy ilyen korrekciós, prevenciós és rehabilitációs jellegű edzésmunka. A másik dolog pedig az erejét, a robbanékony erejét szere szerette volna fejleszteni. Tehát ezeket fogalmazta meg ő, ami egyébként azt gondolom, hogy minden kerékpárosnál két fő alappillér, hogyha erről léti edzésről beszélgetünk. Belemegyünk a részletekbe, de nagyon leegyszerűsítve 21-es volt Attila, meg a 24-es, aki most a Giron teker. Durván más? Tehát sokat tudtatok előrelépni, vagy abban, amiben ő akart, előrelépett? Azt gondolom, hogy előreléptünk, azt hazudnék, ha azt mondanám, hogy durván sokat. És azért hazudnék, hogyha ezt mondanám, mert ő az edzései 95%-át, vagy inkább még többet kerékpáron végez. Szóval a dominancia ott van és nem itt. Tehát heti két-három egy órás edzéssel nem fogsz nagyon-nagyon-nagyon drasztikus eredményeket elérni, és nem is ez a fő cél, hogy, hogy most ő teljesítmény téren óriásit fejlődjön. De egyébként abszolút igen, én azt gondolom, hogy fejlődtünk pont pár hete, mondta nekem azt a mondatot, hogy most azt érzi, hogy ez az az edzésprogram, ami száz százalékig rá van szabva, és hogy úgy érzi, hogy most azt csinálja, ami, ami tényleg neki a lehető legjobb. Mennyire nehezíti a te helyzetedet, hogy ő Andorában lakik, és most már tényleg nagyon keveset van itthon? Igazából Annó még sokkal több időt töltött itthon, és amikor elkezdtük a közös munkát, akkor, akkor rengeteg közös edzést végeztünk, ahol a legfontosabb dolgokat átadtam neki. Ebből a mai napig is tudunk táplálkozni, de egyébként azt gondolom, hogy a profi sportban ezt át kell tudni hidalni, ezt a távolságbéli problémát videókkal, telefonos kommunikációval, ami azt jelenti videókkal, Ez, tehát ez annyit tesz, hogy én készítek neki videókat a gyakorlatokról, stb. stb. és ezeket küldöm el. Ha kérdése van, ír, átnézzük, átbeszéljük. Nem érzem akadálynak ezt a dolgot szerintem nagyon sokokat érdekel, és nyilvánvalóan most sokkal jobb lenne, ha ez nem egy podcast műfaj lenne, hanem videón bemutatnád, de ha tudsz mondani pár példát, mi az, amit egy hegyi menő, mert Walter Attila az, csinál feladatként, milyen izmokat kell neki erősítenie főleg? Ez nagyon jól tetted fel ezt a kérdést, mert attól függően, hogy ki milyen típusú versenyző, teljesen más jellegű erőnléti edzésre van szüksége. Lehet, hogy ha most hallgatja valami Olyas, olyas valaki szakember hallgatja a podcastet, aki ehhez ért, nem fog velem egyetérteni, de alapvetően azt gondolom, hogy a személyre kell szabni. Nem igaz az, hogy mindenkinek ugyanarra van a szüksége, és maximális erőt kell fejleszteni alapgyakorlatokkal, mint például a googolás vagy a felhúzás, hanem meg kell találnunk azokat a gyakorlatokat és azokat a gyengeségeket, amiket korrigálnunk kell, vagy az adott sportolónál fejlesztenünk kell. Egy hegyi menőnél egyáltalán nem az a fontos, hogy óriási izomtömeget növeljünk, és a maximális erejét vagy a robbanékonyságát fejlesszük nagyon nagy mértékben, mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon aerob teljesítmény, amit ő nyújt. Tehát sokkal inkább az állóképesség irányába van eltolódva, mint sem az erő irányába. Atinál a farizmok, a combhajlítók, a gerinc, a lapockák és a törzs a kóregységnek a fejlesztése a legfontosabb. Nem csak nála, általában az ilyen, a, a kerékpárosoknál, kifejezetten az olyan kerékpárosoknál, akik inkább hegyi menő jellegű versenyzők. Okoz bármifajta problémát az, hogy Walter Attila sok időt tölt a kerékpáron, mivel ez a munkája? Hát ez az alapvető probléma, hogy, hogy, ez nem egy fiziológiás mozgás. Tehát ezt mindenkinek tudni kell, hogy, hogy a kerékpározás egy gyönyörű sport. Orvos is, hogyha javasolni tud, hogy prevenciós, rehabilitációs mozgásformát, akkor vagy az úszást, vagy a kerékpározást fogja javasolni. Főleg a kerékpározás egyáltalán nem egy fiziológiás mozgás, nincsenek talajhoz történő ütődések, ami miatt nem alakul ki megfelelő csontsűrűség, a gerinc egy teljesen természet ellenes pozícióban van, a vállak a nyak helyzetet el, természet ellenes pozícióban van. Ha végig gondoljuk, az alsó végtag izületeit nem tudjuk teljesen kinyújtani a kerékpáron. Hát ez az. Tehát igazából ez egy nem, egy nem, feltétlenül egy egészséges dolog. És hogyha valaki sokat bringázik, és most nem csak egy profira gondoljuk, hogy akár egy amatőr bringás, aki egyébként sokat tetszhetente, nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy ezt az egyoldalú terhelést, ezt valamilyen módon és nyilván megfelelő módon kompenzálja. Az, hogy Walter Attila tért fájós, és ezt nem én mondom, hanem ő mesélte itt most a Giro alatt, ugye tudjuk, hogy volt két bukása, ez téged bármilyen szinten befolyásolhatott? Van olyan feladat, amit tök jó lenne csinálni, de ne terheljük a térdét, pedig kéne? Nem befolyásol inkább egy kicsit, agg, nem aggasz, hanem motivál arra, hogy még profibb és még megfelelőbb, még optimálisabb edzést tervet állítsak neki arra össze, hogy ez a diszbalansz ez megszűnjön. Alapvetően ez abból fakad, hogy az első hátsó izomlánc nincs egyensúlyban. Ezt lefordítva az annyit jelent, hogy a combfeszítő izmai jóval erősebbek, mint a far és a combhajlító izmai. Nem akarok nagyon belemenni részletesen az izmokban, hogy egyébként most pont a középső farizom és a combolya feszítő izom közötti egyensúly az milyen mértékű nála, de alapvetően ebből fakad ez a tértfájás, azt gondolom elsősorban. Te ezt ami, tudod? Amin felmérések alapján megállapítottunk, meg egyébként ez egy általánosan jellemző dolog a kerékpárosokra. Tehát ez egy, ez egy quadriceps, tehát egy szomfeszítő domináns mozgás a bringázás, aminek ellen kell dolgoznunk. Rajta vagyunk az ügyön, néha-néha még beüt neki a tértfájás, de egyébként most pont jelenlegi ö, problémája azt gondolom, hogy inkább az esésből fakad, és nem nem egy mozgásbeli gyökerű probléma, hanem sokkal inkább az esés óta kezdett el neki fájni a térde. Gondolom egy három hetes alatt különböző feladatokra nincs ideje, vagy mégis. Illetve a kérdés része, hogy te egy zsíró alatt kommunikálsz vele? Egyáltalán neki ott, hogy napi 5-6 órát tölt a nyerekben és versenyez, kell valamit csinálnia mellette? Kicsit messzebbről indulnék, alapvetően kettőfajta edzést végez az ATI. Vannak reggeli aktivációs edzései, amit úgy hívunk, hogy morning activation, reggeli aktiváció. Ilyenkor mobilitás feladatokat adok neki, amikor az izületi mobilitás fejlesztjük, ami lefordítva annyit jelent, hogy a mozgás tartomány, az izületi tartományokat javítjuk, fejlesztjük, fejlesztjük, nyújtjuk az izmokat illetve aktiválunk bizonyos izomcsoportokat, például a törzsizmait, a kóregységet, farizmokat elsősorban meg még talán a vál és a lapocka környéki izmaira is rá szoktunk menni. Ezek ilyen reggeli aktivációs kis könnyű edzések, és általában heti egy-kettő erőnléti edzése van, amit már igen nagy ellenállásokkal, súlyokkal végez Konditeremben, vagy éppen ahol van, ott megpróbálja megoldani és kihozni az adottságokból a legjobbat. A zsíró alatt egyébként azt beszéltük meg, hogy reggelente fo meg fogja csinálni ezeket az aktivációs edzéseket. Én azt gondolom, hogy sok mindentől függ, hogy éppen ő megcsinálja-e vagy sem van azon a szinten, hogy ő ezt már el tudja dönteni, és én nem is kommunikálok vele a Giro alatt, nem nagyon szoktam zavarni versenyek közben. Én néha küldök neki egy, egy hajrát, egy gyerünköt, vagy gratulálok ott, de nem, nem nagyon kommunikálok. A végén majd átbeszéljük az egészet, de így a Giro közben, a három hetesek hosszú versenyek közben soha nem szoktam zavarni. Mennyire szól bele a Viszma a te munkádba, illetve a bevezetőben említetted, hogy mindent csekkolnak. Ezt úgy képzeljük el, hogy gyakorlatilag még mielőtte Walter Attilának átküld ez bármifajta újítást, akkor ott futtok e-mailben egy kört, hogy ez jó lesz-e? Jót kérdezel, Geri, mert volt egy komolyabb, hát eléggé meghúzgálták a pajeszomat a Viszmánál egyszer, és talán ez a történet fog egy jó választ arra adni, hogy ezt mennyire nézik meg, vagy nézik át, vagy mondják meg, és szorítják keretek közé azt, hogy én mit adok az Atinak. Egyszer átküldtem egy programot az Atinak hamarabb, mint a járnónak. Kb. 15 perc múlva a járnó tudott róla, hogy az Ati kapott egy edzéstervet, amit ő nem látott. Ezt követően egy nagyon higgadt hangú, de hosszú telefonbeszélgetés következett, amiben nekem nem volt egy mondatom sem. De 10 percig azt ecsetelte, hogy a Jumbo filozófiája az, hogy mindenki tud mindenről, és hogy soha nem kaphat meg a sportoló hamarabb egy edzéstervet, mint hogy az összes edző látta azt, egy mondat ragadt meg a fülemben nagyon, ami az volt, hogy ha ez még egyszer előfordul, akkor uh, goodbye lesz te, és a, akkor még Jumbo volt, Jumbo mm. Viszma között, és soha többet nem fogjuk hallani egymás hangját. Mindezt nagyon kedvesen, de nagyon higgadtan és nagyon szigorúan elmondta, tudtam ratta, hogy ilyen itt nem történhet meg, és még egy ilyen előfordul, akkor azonnal viszlát van. És ez egyébként nagyon jól tükrözi azt a mértékű profizmust, ami uralja ezt a csapatot. Igazából mindent megnéznek, eddig, eddig egyszer volt olyan, hogy módosítást kértek egy edzésterbe, egyetlen egy alkalommal, általában, tehát 99%-ban elfogadták az edzéseimet, és mindig kapok egy dicséretet is, de mindig nagyon alaposan átnézik. Pont azt volna kezdve, hogy fordítsuk meg, de akkor ez effektíve, ha te maradhattál, és mondtad, hogy jó pár edzőtől elköszöntek, akkor igazából a dicséret az, hogy folyamatosan Walter el dolgozhatsz. Igen, és egyébként euh, tényleg megtisztelő érzés ez. Nagyon, na, nekem nagyon jó érzés, hogy ebben a csapatban elfogadtak és, és, és euh, becsülik a munkámat. Ugyanakkor azt is érzem, hogy mennyire kis porszem vagyok a gépezetben, amikor egy ilyen beszélgetést meghallgatok, de azt gondolom, hogy egy csapat ez így működik jól, hogyha mindenki a saját dolgát a lehetőleg jobban elvégzi. Apró részlet, emlékszel arra, hogy miben kértek pontosítást, illetve utólag neked leesett, hogy ja, tényleg ezért kérhették? emlékszem, hogy miben kértek módosítást egyébként. Egy egylábas láptoló feladatot szerettem volna adni az Zatinak, és azt kérték, hogy, hogy ezt, ezt még nevezessük be. Egy regresszív gyakorlatot kértek, hogy, hogy ez előzze meg ez a regresszió, mielőtt bevezetjük az egylábas láptolón a maximális erőfejlesztést. Érted, hogy ez miért volt? Mi lett volna, ha nem szólnak rád, és Walter ezt csinálja? Én azt gondolom, hogy nem lett volna túl nagy változás, de, de abszolút egy szakmailag egy érthető vélemény volt, és uh, nyilván követtem is a meglátást, amit Járnó hozott. Az ő, ő kívánsága szerint jártunk el az edzésbe. Ami szerintem a hallgatókat érdekelheti, hogy ti hogy terveztek? Egy hetes blokkok vannak, havi blokkok vannak, mennyire kavar be egy Giro d'Italia? Azt mondtad, hogy a távolság az nem számít. Hát, tehát ha konkrétan két hónapig Walter lesz ezt Andorába csinálja, videón megoldjátok. Abszolút amikor edzéseket tervezünk, akkor ennek megvan a megfelelő módja, hogy milyen ciklusokat veszünk alapul. Először egy évet kezdesz el átgondolni, utána ezeket kisebb alkotó elemekre bontod. Például egy mezociklus általában áll egy-két-három hónapból, akkor utána gondolkozó kisebb részletekben, edzés hetekben, edzés napokban, edzésekben és az edzéseken belül is egyébként különböző részekre osztod a, az edzés részeit felosztott különböző részekre. Hogyha mondjuk valaki szeretne elkezdeni erőléti edzéseket végezni, és egyébként mindenkinek javaslom, aki sokat bringázik, hogy ne csak a szívére és a keringési rendszerére gondoljon, hanem a mozgatószer rendszerére, tehát az izmaira, izületeire, csontozatára is a hosszú élet titka az, hogy fordíts figyelmet az izmaidra, izületeidre és a csontozatodra is, tehát a mozgató rendszeredre is, és ne csak a keringési rendszeredre, amit a kerékpározás egyébként nyilván nagyon jól megad. De hogyha gyakorlati tanácsokba szeretnék bocsátkozni, akkor azt mondanám, hogy aki sokat bringázik, az mondjuk télen, amikor nincs verseny, vagy kevesebb ideje van kerékpározni, akkor végezzen három erőnléti edzést egy héten. Hogyha már sokat bringázik, mert jó idő van, vagy esetleg versenyszezon van, akkor egy kötőjel kettő ilyen erőnléti edzést érdemes elvégezni. Viszont a mobilitásra és bizonyos stabilizálóizmok erősítésére akár minden nap áldozhatunk egy 20 percet, Szóban nagyon-nagyon-nagyon nehéz lenne elmondani, hogy mit és hogyan, ahogy előbb mondtad a Beszélgetésünk elején egy videóval ezeket sokkal könnyebb lenne ábrázolni, de, de most erre nincs lehetőségünk. De alapvetően, amire mindenkinek fókuszálnia kell, az a lapocka stabilizátorizmainak, a törzsizmainak és a farizmoknak az erősítése, valamint bizonyos iz, rövidült izmoknak a a nyújtására, lazítására, oldására. Egyébként, hogyha felmegyünk a PubMedre, ami egy kutatásokat tartalmazó orvosi és tehát humán kutatásokat tartalmazó adatbázis, rengeteg olyan kutatást találunk, hogy milyen pozitív hatásai vannak az erőnléti edzésnek a kerékpáros teljesítményre is. Tehát előbb ugye érveltem, hogy végezzünk erőnléti edzéseket az egészségünk miatt, de nagyon fontos, hogy egyébként a teljesítményt is tudjuk vele fejleszteni, és kicsit visszakanyarodva itt a Tour csapatokra. Az erőnléti edzés az már nagyon-nagyon rég virágkorát éli a például a futballban, vagy más csapatsportágokban. A kerékpárban azt gondolom, hogy az utóbbi időben kezd igazán nagy teret nyerni, és ugye erre nagyon jó példa, hogy már a Visszama is egyébként egy erőnléti koordinátorral dolgozik, és nagyon nagy figyelmet fordítanak, kötelezővé tették az összes bringásnak az ilyen jellegű edzést, úgyhogy akár prevenció, akár rehabilitáció, akár teljesítményfejlesztés bringával kapcsolatban érdemes erőnléti edzéssel foglalkozni, viszont az fontos, hogy hát én azt javaslom mindenkinek, hogy ne a YouTube-ról kezdjük el, hanem keresjük meg a megfelelő Szakembert. Szerencsére egyre több jó erőnléti edző van az országban, akik ö, hozzá tudnak szólni ehhez a témához, úgyhogy mindenki meg tudja találni a megfelelőt, szerintem. Az, hogy te írod Atinak és Csekkolják a Viszmánál, értjük. Te belelátsz más versenyző programjába? Példa kedvéért, jóban vagy járnóval, és azt mondod, hogy figyelj, én ezt ki nem rakom sehova, csak engem érdekel, Hü -hü. szeretném látni, hogy Woodfan árt, mit edz, Jonas Vingegor mit edz? Erre van lehetőség, vagy még eszedbe se jutott, hogy ilyenbe belenéz? Hát eszembe jutott, persze, szuper lenne. A ti edzés programját látom egyébként százszerzalékban, a többiekét nem. Hát eszembe jutott, hogy nagyon jó lenne egyébként megnézni az egész csapat munkáját, hogy ki mit végez, borzasztó sokat lenne, lehetne belőle tanulni. És ha csak azt kérdezem, de, hogy de az nem. erőléti része, azt se adnák ki? Tehát, hogy milyen gyakorlatokat jó csinál Jonas Vingegor? Jó kérdés, nem jutott eszembe az, hogy ezt megkérdezzem. Az, hogy ennek a tudásnak a birtokában lehetnék, az, az, az nagyon jó érzéssel tölt el, de még soha nem jutott eszembe az, hogy ezt megkérdezzem, de lehet, hogy egyszer erre is sor kerül, hogyha jó, a jó kapcsolat az tovább fog gyűrűzni. A te életedet és munkádat, a Walterral való közös munkádat bármilyen szinten befolyásolja az ő szigorú étrendje? az, hogy futkócsot használ, tudjuk, hogy grammoznak, vagy amikor hozzád kerül és együtt dolgoztok, neked aztán tök mindegy, mit teszik. Teljesen mindegy, hogy mit teszik, olyan... Tehát igazából nyugodt is vagyok, amiről előbb már rejtettünk pár szót, hogy gyakorlatilag egy profi csapat van körülötte, tehát több dietetikus dolgozik azon, hogy gramra pontosan kiszámolják, hogy edzés előtt, közben, után hány grammot és mit tegyen meg. Tehát, hogy igazából százszázalékos nyugodtság övez nem, hát a, nem mindig, a te részed Mert, mert tudom, hogy ez, 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 ez a helyén van. Tehát uh, Ez nem a te feladatod. Igen. Te az erőléttel foglalkozol dietetikus meg azzal, hogy Walter úr, uh, mit teszik, Mennyit befolyásol azt hogy versenyszezon van, vagy tél. Egyáltalán uh, ezt télen is kell csinálni télen sokkal többet, igen, 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 igen. Amikor elkezdődik a felkészülés, tehát az előkészítő periódusban, amikor még nincsenek versenyek, de, de már edzés van, akkor sokkal több erőnléti edzés csinálati, akkor talán voltak olyan hetek, hogy hármat is, három komoly erőnléti edzést is végzett, aztán ahogy nő a volumen, tehát az edzésnek a mennyisége, illetve nő az intenzitás is, úgy csökken az erőnléti edzéseknek a mennyisége terjedelme, de egész szezonban megvan. Tehát nyilván egy három hetes verseny közben nem végez erőnléti edzés, csak egy reggeli kis átmozgatást és aktivációt, de ahogy vége van, és esetleg van szabad egy vagy két hét, akkor, akkor beleszoktunk vágni az erőnléti edzésekbe újra. Ez időben mennyi? Tehát tegyük fel, itthon van a példa kedvéért, és verseny szezon, reggelő lenyújt, az mennyi idő, és mondjuk el tud menni hozzád, és együtt dolgoztok. Ez me nap mennyi időt vesz a napjából? A reggeli aktiváció szerintem gyakorlatilag felkelés után egyből megtörténik, ez egy 20 perces program. Az erőnléti edzések telente kb. plusz-minusz 60 perc, plusz-minusz 5 perc. szezonban ezt ilyen 30-40 percre szoktuk leredukálni. Walter úr végez bármifajta mozgást a kerékpársport mellett. Nagyon sok mindenkiről hallani, hogy például fut. Primoz Roglicről, aki Atinak csapattársa volt, hallani azt, hogy még a Grand Tourok reggelén korán kell és fut nagyon-nagyon érdekes. Múltkor volt bennálunk nálunk Fetter a stúdióba, és ő mesélte, hogy hát megpróbált elmenni futni, aztán két hétig teljesen kész volt. Ugyanezt mesélte Attiról nevetve. Uh -huh. Tehát igazából én valahol tudom a választ, de hogy téged ez segítene, hátráltatna, vagy bőven elég ez, hogy te ker. Hát azt kell megértenünk ezzel kapcsolatban, hogy kicsit hagyj szakmázak enged meg, Léci, hogy a kerékpározás az egy annyira specifikus mozgás, amiben csak koncentrikus izomműködés jelen, jelenik meg. Mit jelent ez? Csak legyőző erő történik. Tehát soha nem történik olyan, mint a futásnál például, hogy ahogy te megtámaszkodsz a talajon, ott feszül az izom, viszont egy picit fékező erőt fejtesz ki. Tehát az izom megfeszül, ugyanakkor a hossza az pedig megnyúlik. Emiatt, hogy a kerékpáron teljesen ez, ehhez adaptálódunk, hogy csak koncentrikus izommunka jelenik meg, emiatt, hogyha elmegyünk futni, vagy elmegyünk a konditerembe, vagy más jellegű mozgást végzünk, amibe excentrikus, tehát fékező jellegű izommunka jelenik meg, meg, akkor ez egy olyan mértékű izomlázat tud okozni a kerékpárosoknál, hogy az valami brutális. És egyébként, igen, Att is egyszer megtette, hogy elment kocogni, és egy elég, hát, egy, 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 egy csúnyább probléma jelentkezett ezután. Alapvetően azt gondolom, hogy ha valaki rendszeresen fut. Az, mit jelent az, hogy rendszeresen? Heti legalább egyszer megteszi, vagy, vagy még inkább kétszer, akkor, akkor adaptálódni tud hozzá a testünk, és ki tud alakulni egy olyan ellenálló képesség, hogy már nem jelentkezik egy brutális izomláz. Viszont, hogyha ha nem megyünk el futni, és csak néha-néha elmegy valaki, kocog egy jót, mert úgy érzi, hogy ez most nagyon jót tenne neki, akkor viszont jöhetnek nagyon komoly fájdalmak, és óriási izomláz. Az izomláz egyébként, hogy letisztázzuk, mi az az izomláz. Az izomlázkor az idegrendszerben sérül a, a mielin hüvely, tehát a, igazából az idegszálaknak a zsíros burka sérül meg mechanikusan, és emiatt érezzük ezt a borzasztó nagy fájdalmat. Szóval egyébként nem tartom feltétlenül jó ötletnek az, hogy egy kerékpáros fut. Nem, nem gondolom, hogy ez egy, ez, egy, ez egy, jó irány lenne. Vannak bringások, akik ebben hisznek, csinálják, kivétel mindig van. Nagy többségnek nem javasolnám a futást. Nagyon jó, hogy ezt szóba hoztad mengem, ez mindig is érdekelt, és most nyitunk itt egy zárójelet, de ez lehet, hogy sokaknak hasznos infó lesz. Ha nekem durva izomlázam van, és azt masszíroztatom, erősen nyomom, vagy nyújtok. Rosszat teszek, vagy jót teszek? Lehet, hogy érzésre a masszír sokszor jó, de amúgy... Igazából nem nagyon tudsz ezzel segíteni a gyógyuláson. Egyébként tök érdekes, hogy az izomláznak a valós feltárása az pár éve történt meg egyébként, és a Magyar Testnevelési és Sportudományi Egyetemen, ami ugye a legtöbben TF-ként ismerjük ezt a helyet, nagyon sokáig azt hittük, hogy az izmok mikrosérüléséből fakad az izomláz, de kiderült pár éve, ahogy előbb mondtam, hogy, hogy igazából valóságban struktúrálisan sérülnek az ideg szálak, a mielin hüvely egészen pontosan, és ez egy steril gyulladást okoz a testben. Ezt érezzük ilyen borzasztó fájdalmasnak. Csinálhatunk igazából, bármit nyújthatunk, Googolhatunk. Googolhatsz, masszírozhatsz, nem fogja meggyorsítani nagy mértékben, minimális mértékben gyorsíthatja meg az izomláznak az elmúlását. Amivel meg tudod gyorsítani, az a gyulladás csökkentés. Ez lehet szájon át történő gyulladás csökkentése, vagy például egy jegesfürdő, Egy jeges fürdő az már csökkenti a gyulladást, azzal már például tudod gyorsítani az izomlázat, de a masszázs és a nyújtás az nem fogja. Tehát ha rá rámozgok, akkor... Akkor sem fogsz feltétlenül gyorsabban regenerálódni. Annyiban talán mégis, hogy most így közben, miközben feldobod a kérdést, gondolkodok így szakmailag a, a dolgon, hogyha elkezdesz mozogni, és nagy fájdalomban mozogsz, akkor a szervezet az gyulladást csökkentő anyagokat kezd el termelni, és emiatt lehet az, hogyha ha rámozogsz, akkor csökken az izomláznak az érzete. De valójában ez egy olyan steril gyulladás, ami a saját lefolyási útján, lefolyásában végbe fog menni, és magától meg fog gyógyulni. Ha mondjuk egy dolgot szeretnék mondani, hogy hogyan tudjuk ezt meggyorsítani, akkor a talán a jeges fürdőt mondanám leginkább. De azt is, az sem mindegy, hogy hány fokos vízben és hány percig végezzük. Ha jól tudom, akkor nem, nem emlékszem pontosan a kutatásra, amit olvastam ezzel kapcsolatban, de talán 10 fokos víz, 10 perc, vagy 10 fokos víz, 8 perc. De valami azt találták ismi. a legoptimálisabbnak, igen. Jó, zárójel bezárva. Emlékszünk egyébként a számra, hogy Walter úr mennyire ment el, illetve téged megkérdezett előtt, hogy fiam, kocogni jó lesz ez, vagy csak jött neki hirtelen, Nem, aztán ez, ez, miért? Ez, ne? ez, ez, ez jött, jött neki hirtelen, aha, igen, igen, igen. És utána mi az, ami nála a fájt? Igazából a, az iliotibiális szalagja agyullad be, ami? amit combunk oldalán fut le a nagy farizomból, a középső farizomból és a compója feszítő izomból ered, és ez egy, ez egy ilyen kötőszöveti fasciális struktúra, és ez terhelődött túl, ez jött gyulladásba, és ez, ennek a gyulladását kellett lecsökkenteni, illetve oldani a compolya feszítő izmát és a farizmait aktiválni ahhoz, hogy a lehető leggyorsabban lemenjen ez a gyulladás. Nem volt egy nagy sztori, egyébként egyetlen egy edzést kellett lerövidíteni a fél órával, szóval igazából nem egy hű, de nagy esemény, de egy, 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 egy apróság, ami kicsit kellemetlen lehetett egyébként ez. Az Edgebringa a Podcast szponzora a Garmin. Ismered a Garmin bringás rendszerét? Alapja egy Edge kompjúter, amihez kapcsolódhatnak különféle szenzorok, lámpák, vagy akár a mögöttet közlekedő autókat jelző radar. A betérjegyzéseket pedig tax okos görgők segítik. Nem kell profinak lenned, a Garmin kerékpáros eszközök az egyszerű túrától a legkeményebb versenyekig veled vannak. Részletek a Garmin.hu-n. Két kérdés, ha már itt vagy, sokakban felmerülhet. Felső test, erősítés. Ő azért fogja a kormányt, kiáll a nyerekből, nagyon sokat támaszkodik. Ezzel kell valamit csinálnia? A nagyon jó kérdésem úgy reflektálnék ezzel kapcsolatban több, több dologra, például kerékpárosoknál, versenyszintű, profi szintű kerékpárosoknál felsőtest, alsó test, diszbalanszra különbségre. Tehát van egy borzasztó erős alsó alsóvégtagunk, és van egy relatív gyenge felső testünk, karok, törzs. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz, egy hagyományos nagy gyakorlatokkal, mint például felhúzás vagy gugolás erősítenünk úgy az alsó végtagot, hogy ne okozzunk kárt a felső testben. Tehát, hogyha, hogy értsük ezt, Ati simán legugolna mondjuk 100 kilóval a lábából, de egyszerűen a törzse nem bírja el. Nem akarjuk megerősíteni annyira a felső testét, mert nem akarunk izomkeresztmetszetet növelni a felső testen. Tehát olyan gyakorlatokat, eszközöket kell választanunk, amivel ki tudjuk váltani ugyanazt a stimulust, ugyanazt az eredményt szeretnénk elérni, mint egy guggolással, de más gyakorlatot fogunk választani, mert óvnunk kell a törzsét, a gerincét, a hátát, a vállát, mindenét. Na és nahát, akkor mit csináltak? Hát most igen, ez, ez így megint nehéz, de például csípőfeszítést csinálunk, tehát ez a hip -trust nevezetű gyakorlat, ami egy elég biztonságosan végezhető bringások számára is, nem kell egyensúlyoznunk a nyakunkban a rúddal, és egyébként sok egy egylábas verziót, amivel szintén az izomnak meg tudjuk használni azt a stimulust, hogy hogy a motoros egységek, a mozgató egységek azok bekapcsoljanak, szinkronizálódjanak, egyre több bekapcsoljon, de nem tárunk fel egy a sérülési rizikót, mint például egy Googleással felhúzással. A másik dolog, ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy ez egy tök érdekes dolog, de ugye, mint mondtam, a kerékpározás az nem egy fizi fiziológiás testtartás. Tehát egy nem optimális helyzetben van a nyakunk, hátunk. Igen, kell erősíteni, ellen kell ennek dolgozni valamilyen szinten. Viszont, ha egy ilyen mértékű adaptációt, mert 10-15-20 év versenyszintű kerékpározás, az rengeteg maradandó adaptációt hoz például a nyaki gerincbe, a háti gerincbe, stb. stb. Ha ezeket teljes mértékben korrigálni fogjuk, és úgymond normál, neutrális helyzetbe erősítjük vissza a gerincét, vállát, abban az esetben, hogyha a hátát, gerincét, vállait, nyakát egy neutrális pozícióba korrigáljuk, megerősítjük, az azért nem lesz jó, mert rá fog ülni a bringára, és óriási nagy fájdalmai lesznek. Tehát az ilyen mértékű sportnál már bizonyos adaptációkkal meg kell alkudni, és, hogyha, és nem szabad őket kiavítani, mert utána a kerékpáros teljesítményt fogod csökkenteni. Most ez nyilván ezek igazából minden igazság, amit elmondunk a sporttal kapcsolatban, vagy a humán testtel, mindent kontextusba kell helyezni, enélkül nem lehet beszélni semmiről. Mert igen, hogyha mondjuk azt veszem, hogy valaki heti kétszer bringázik, nagyon szeret kerékpározni, az igenis erősítse meg a felső testét is, mert édes mindegy, hogy 35-tel vagy 30-al fog menni kényelmes tempóban. De amint már a versenysportról beszélünk, akkor megint más nézőpontot kell vegyünk. Úgyhogy igazából minden, amit elmondtam, vagy elmondunk, minden úgy igaz, hogy, hogy, hogy a megfelelő kontextusban, nézőpontban vizsgálva. Ha ezt most egy amatőr kerékpáros hallgatja, és szeretne robbanékonyabbá válni. Mi is csomót mondjuk a uh -huh. közvetítésekben, hogy ez az emelkedő, a robbanékonyabb típusú versenyzőknek fekszik. Uh -huh. Tudsz mondani egy-két példát, amit esetleg lehet otthon csinálni, és robbanékonyabbá válok, vagy A. Ne is kezdjük el otthon, B. Ehhez kell egy erőléti edző, C. Mik a legfontosabb izmok, hogy akár Walter Attila, vagy bárki más érezhetően uh -huh. robbanékonyabbá váljon, és nagyon fontos, bocsánat, most sok kérdést tettem föl, de majd szétszedjük. Mennyi idő után érzem én ennek a hatását? Hú, igen, nagyon sokat tudnék most ezekről beszélni, egyébként imádok ilyen szakmai dolgokat egysütelgetni. Tehát, hogy ez egészet megértsük, az, hogy robbanékonyság mi az, hogy robbanékonyság az egy. Ehhez, hogy ezt el szeretnénk élni, kettő dolog nagyon fontos, hogy rengeteg motoros egység be tudjon kapcsolni, és lehetőleg egy időben a testünkben. Mi egy motoros egység, egy mozgató és egy izomsejtnek a kapcsolata. Tehát a központi idegrendszerünkből, agyunkból, gerincvelőből jön az információ, kimegy a perifériás idegrendszerünkbe, és azok az ideg ö, szálak szépen szólnak az izomnak, hogy kezdjenek el megfeszülni. A maximális erőfejlesztéssel tudjuk azt elérni, hogy a lehető legtöbb ilyen ö, kis motoros egységbe kapcsoljon, és kisúlyos, de nagyon-nagyon nagy sebességgel végzett edzésekkel tudjuk azt elérni, hogy ez a rengeteg motoros egység szinkronizálva, tehát egy időben kapcsoljon be. Ez az elméleti háttere az egésznek. Az, hogy ezt már milyen feladattal, hogyan érjük el, az már egy másik kérdés. Tehát igazából a mozgató motoros egységek szaporítása és szinkronizálása a legfontosabb, hogy robbanékonyságot tudjunk fejleszteni. Az, hogy mennyi idő alatt tudjuk elérni, az pedig úgy tudnám elmagyarázni, hogy minél alacsonyabb intenzitású egy képesség, annál több időbe telik ezt megszerezni. Tehát például egy olyan szintű állóképességet, hogy egy Virtu mezőnyben egy Grand Touron végig menjünk három hétig, rengeteg évbe kerül azt megszerezni, hogy állóképességben ezt kibírjuk. Tehát mi az állóképesség, a fáradással szembeni álló képesség, gyors regenerálódás képessége. A robbanékonyság ezzel szemben egy nagyon-nagyon-nagyon magas intenzitású képesség. Tehát, hogy itt nem három hétig biciklizünk, hanem gyakorlatilag mondjuk 5 másodpercig, vagy 10 másodpercig szeretnénk, de borzasztó gyorsan menni ezt hamarabb meg tudjuk szerezni, viszont hamarabb elveszítjük. Elég gyorsan lehet robbanékonyságot fejleszteni, akár hetek alatt is komoly eredményeket tudunk elérni, viszont igazából az a nehéz ebben, hogy, hogy ezt hogyan mérjük, ezt erőplatóval tudjuk legjobban mérni, ami, ami igazából nyomatékot mér, hogy mekkora erőt tudunk gyakorolni egy, egy talajfelületre alsó végtagban. És a harmadik kérdése talán az volt, hogy milyen gyakorlatokkal tudjuk ezt elvégezni. Azt gondolom, hogy egy amatőr bringásnak nem feltétlenül a borzasztó specifikus edzés az, a, ami a legmegfelelőbb, hanem általános gyakorlatokat kellene végezzünk, mint például sokat emlegetett felhúzás és googolás. Tehát akkor a legegyszerűbbek segítenek? Abszolút. Hogyha elkezdünk már erőt fejleszteni minimális mér Mértékben. az elején borzasztó gyorsan fogunk fejlődni, és nagyon nagy mértékben fog javulni a, 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 robbanékonyságunk. Nyilván minél magasabb szinten van egy sportoló, annál több lapáttal kell berakni a kájhába, hogy akár egy százalékot is fejlődjön. Viszont az, aki, aki, aki kezdő, annál nagyon-nagyon könnyű hatalmas eredményeket elérni. Az előbb, és ez most egy picit más téma lesz, említette a regeneráció fogalmát. Ha már Ati és Blanka a két leghíresebb ügyfeled, ők ebben milyenek, és tudom, hogy mondjuk a komplet mezőnyt ismerni kéne, uh -huh. de hogy azok alapján, amit látsz, ők ebben milyenek. Ez mondjuk nagy erősségük, egyáltalán regenerációt, az, hogy én egy hat órás szakasz után milyen leszek másnap reggel, ezt lehet fejleszteni. Hmm. vagy az adottság gének, és Tadej pogácsár magához tér, Valtar egy fokkal nehezebben. Tadej Pogacsárt nem értem egyébként. Erről még érdekes lenne beszélgetni, mert annyi, annyi, annyi képességben jó, ami egyszerűen nekem élettanilag, ö, élettanilag nem tudom összerakni. És egyébként nincs is, meg szerintem nem is volt soha ilyen kerékpáros, aki sprintelni is tud, háromhetes menni is tud, tehát hogy, tehát, hogy érthetetlen, uh -huh. tényleg érthetetlen nekem. Nagyon durva. Egyébként regeneráció szerintem ez egy nagyon összetett téma. Tehát genetika rengeteg múlik rajta, az, hogy gyerekkorban milyen edzésmunkát végez el, hogyan alszik, mit teszik, mennyit iszik. Tehát a hidratáció, táplálkozás, alvás, alvás, ez három vonallal alá húzó, nagyon fontos a regeneráció tekintetében. Szerintem ők nagyon jók. Ati borzasztó gyorsan regenerálódik, Blanka is egyre inkább. Nagyon jó úton van Blanka, szerintem nagyon-nagyon sokat fejlődött az aerobáló képessége ami az első és legfontosabb dolog a gyors regeneráció tekintetében. De egyébként, meg, hogyha regenerációról beszélgetünk, akkor mindenki óriási divatját éli a masszáspisztoly húsklofolónak használják az emberek általában, mindenki jeges fürdőzik, különböző vitaminokat szedünk, táplálékkiegészítőket, kompressziós csizmát, ezek tök jó dolgok, és tudnak segíteni. Megvan a helyük ezeknek a dolgoknak, de mindenki elfelejti a legolcsóbb és a legfontosabb eszközt, amivel pazi gyorsan tudunk regenerálódni, és az az alvás, tehát a jó minőségű és megfelelő mennyiségű alvás. És ennek egyébként megvannak például a kritériumai, hogy hogyan tudunk a lehető legjobban regenerálódni egy éjszak alatt, és a legjobb minőségű alvást elérni. Ez a hűvös szoba, 18 fok körüli szoba, teljesen sötét, és elalvás előtt két órával már ne nagyon együnk. Ez megint például a nem igaz, mert a tiék lefekvés előtt még esznek, de nagyon kevés sportoló bringázik, vagy sportolnapi 6-7 órát, szóval ez megint egy más kontextus, de alapvetően, hogyha a 18 fokos szobában teljesen sötétben, orlégzéssel és nem tele gyomorral fekszünk le, akkor Iszonyatosan mértékben tudjuk javítani a regenerációnkat, és ezáltal sokkal gyorsabban tudunk fejlődni. Mit tudsz? Mennyire figyelnek oda a viszmánál az alvás minőségre, te mennyire látsz rá a ti számaira, úgyis kérdezhetném, jó alvó, rossz alvó, illetve ő ilyen dolgokra figyel. Mondok neked egy példát én, LeBron James-től hallottam, hogy ő két órával lefekvés előtt például nem telefonozik és nem néz monitort, mert ugye az alvás minőségre ez is kihatással Igen. van. Igen, igen. Erről nem tudok túl sokat, hogy, hogy tiék ezt mennyire monitorozzák, vagy, vagy milyen szabályok vannak az alvással kapcsolatban. Szerintem beszélnek ők erről ilyen csapatmeetingeken, és én azt gondolom, hogy minden sportoló saját maga érdekében kihozza a legjobbat az alvásából, és megtesz mindent azért, hogy még jobb legyen másnapra. De nem tudok erről pontos információkat mondani az, hogy James egyébként, vagy LeBron miért nem néz képernyőt, azt viszont el tudom mondani, mert a kék és a zöld fények a szemen, de egyébként az a durva, hogy nem csak a szemen, hanem a bőrön is vannak olyan receptorok, amik érzékelik a fénynek a frekvenciáját, és hogyha kék és a zöld fények jutnak be ezeken a receptorokon, akkor azt az üzenetet küldik a központi idegrendszerednek, hogy nappal van és egy aktivált állapotba jössz lefekvés előtt. És egyébként ez tök érdekes, hogy mennyire így az ősi gyökerek, meg, meg ahogy az ember most ki miben híz, de mondjuk most mi beszéljünk arról, hogy evolúció, hogy ez úgy alakult ki, hogy reggel, amikor felkel a nap, akkor alacsony frekvenciájú fények uh, uralkodnak. Ugye mindenki látja, hogy reggel ilyen pirosas, a nap színe, ilyen meleg fények vannak a, a levegőben, utána napközben magas frekvenciájú fények, kékes fények, utána este megint alacsony frekvenciájú fények vannak. És ehhez adaptálódott a mi bioritmusunk, a mi cirkadián ritmusunk. Cirkadián ritmusnak hívják ezt a folyamatos váltakozást, ezt az aktív és passzív pihenős állapotát az emberi testnek, és hogyha a képernyőt nézünk, akkor, ez ezt borítjuk meg gyakorlatilag. Tehát azt az üzenetet küldjük az agyunknak, hogy nappal van, lefekvés előtt. Tehát nem jó képernyőt nézni, de egyébként lehet kapni ilyen kék és zöld fényszűrös szemüvegeket, úgyhogy ezt mindenkinek javaslom, lefekvés előtt egy-két órával dobja fel. Ha ezt most egy olyan apuka anyuka hallgatja, akinek a fia 13-14-15 éves a példa kedvéért, komolyan gondolja az országúti kerékpár, de ezzel a dologgal, hogy erőlétfejlesztés vagy erőléti edzőt keresek, nem foglalkozott. Mikor kezdjen? mikor érdemes ehhez, mit mond manapság a tudomány, vagy hol áll a tudomány manapság, mikor érdemes ezt elkezdeni. Illetve nagyon korán kezdett gondolom, az, az lehet egyébként rossz hatással is. Hát az erőléti, igen, 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 nagyon sok minden eszembe jutott. Egyrészt, hogyha ebben a korban van a gyerek, akkor biciklizál rengeteget alacsony intenzitáson, mert ez a serdülőkor, ilyenkor alakul ki a hajszálerezettség a testben, és ez nagyon-nagyon fontos lesz a későbbi csúcs teljesítménynél, Tehát, hogy minél több időt töltsön a bringán, nagyon sokat, a lehető legtöbbet, nyilván az életkornak megfelelő időt tölts el a bringán, és ne. Ne 13 évesen ne, menjen 200 ne, ne 6, 7, 8 órát ül, üljön rajta. Igen. Ha erről léti edzéseket szeretne elkezdeni egy fiatal sportolni vágyó egyén, akkor. Elkezdheti már akkor, amikor ab, az, olyan értelmi szinten van a fiatal, hogy tudja követni az edző utasításait. És a harmadik kérdésről pedig a korai specializáció jut eszembe, és az erőléti edzés az pedig pont inkább egy ilyen béz generál dolgokat hivatott fejleszteni, és egyáltalán nem, nem sportágra specializál. Tehát, hogy akármilyen fiatal, minden fiatalabb korban érdemes ezt elkezdeni főleg, hogyha sokat bringázik egy fiatal, mert hogyha már tíz éves kora óta csak kerékpározik, akkor nagyon-nagyon-nagyon egyoldalú terhelést fog kapni mind a teste, mind az idegrendszere, és nagyon korlátozott lesz az ő képessége, készsége. És erre egyébként most Attit hoznám fel példának, hogy apukája azt elég tudatosan csinálta, hogy ő kiskorában nem csak bringázottál, emlékszem, hogy dobolt, ritmusérzék, rollerezett, gördeszkázott. Tehát annyi, féle mozgásformát csinált fiatal korában, hogy egyáltalán nem igaz az rá, hogy egy korai specializált, túl korai specializáció ment át. Úgyhogy erről létjegyzés bátran, minél korábban nagyon sok oldalúvá tudja tenni az emberi testet. A másik, ami szerintem nagyon érdekli a hallgatókat, Blanka, már hogy vele is dolgozol, ő Attin keresztül keresett meg, őt te honnan ismered? Szerintem Blankát Ati motiválta be, amikor emlékszem, hogy kitettem valami posztot, egy Insta story volt talán, hogy, hogy Atival dolgozunk, akkor pár hét múlva szólt a Blanka, hogy szeretne ő is megkeresni. De egyébként őt onnan ismerem, hogy ő montizott ugye régen, ugyanúgy, mint Ati. Ugye én is Monti versenyeztem, és én még versenyeztem, amikor, amikor ő még nagyon-nagyon-nagyon pici volt, és ilyen U9-be nyomta a körözést egy 500 méteres körön. Tehát, hogy ilyen nagyon régi az ismertség. Egyébként szerintem, ha jól emlékszem, azt mondta a Blanka, hogy Szabó Ádámot, ugye Pannon anno sportívó direktóra javasolt engem. Tehát Blankának Szabó Ádám javasolt engem, hogy engem keressen meg, és akkor azt hiszem, hogy így került hozzám, de biztos az is benne volt, hogy látta, hogy az Atival dolgozom, és egyébként nyilván ez, ez azért bizalmat tud gerjeszteni másokban, hogyha valaki egy ilyen szintű sportoval dolgozik, akkor azt gondolja az ember, hogy annyira hülyen nem lehet a tevékenységéhez. SD Works mennyire szól bele a munkádba? Ott, ke ott kisebb a szigor, ott kisebb a szigor, de azért beleszólnak. Sokkal nagyobb, kevésbé konkrétan nem kérik be az összes edzéstervet, de minden évben felméréseket kérnek be, és elmondják, hogy körülbelül mit várnak és mit szeretnének. Az, hogy mikor, mit és mennyi ideig tartson egy edzés, azt viszont ők is megszabják. Két dolog zárásként. Milyen kapcsolatban vagy te Tim Hemskerkel, aki nem csak Atinak, hanem például Jonas Vingegornak az edzője? Az oké, okay, hogy van egy felelőse ennek a témának, a viszmenál de Atinak a saját edzője tudja, hogy ti mit csináltok? Látja a fájlt, hogy Walter úr ma reggel, tegnap este ezt csinálta? Igen, ez jó kérdés, ugye Tim Hemsker, Vingegor edző is egyébként. A Training Pigs-re fel vannak töltve ezek a PDF-ek, amiket én Atinak írok. Tehát igazából nem csak a járnó az erőnléti koordinátor, hanem az összes edző, és még nem is csak a team, hanem mindenki látja ezeket az edzéseket, és az összes edzést egyébként nem csak ezeket, hanem az egész team átlátja az egészet az összes edzés az összes edzés programot. Vele közvetlen kapcsolatban nem vagyok, de már kaptam tőle több visszajelzést, hogy bombák az edzéstervek, úgyhogy... Hát ez mondjuk... Ez nagyon jól esett nekem, motivális, hogy, hogy még tovább fejlődjek jó lenne egyszer egy ekkora csapatnál dolgozni egyébként, így motoszkál a fejemben ez a gondolat. Nem beszéltük meg előre, de én ezt felírtam, itt a bizonyíték. Be lehet kerülni a viszmába, neked ez célod? Rátsz rá bármifajta esélyt, vagy, el, vagy így külsősként, és amúgy meg annyi ügyfeled van, hogy lehet, hogy nem is biztos, hogy feladnád ezt az egészet csak a viszmáért. Hát biztos, hogy felad. Tehát, hogy, hogy, hogy ezért, az, ezért a lehetőségért elmennék azonnal. Tehát, hogy, tehát, hogy ez egy ilyen álomszerű dolog lenne, úgy érzem, hogy ez, ez, egyre kevésbé, tehát kezd kikerülni az álom kategóriából, és kezd egy kicsit így manifestálódni ide a földre ez a dolog. Remélem, hogy egyszer dolgozhatok egy ilyen csapatnál egy pár évet, és összegyűjthetek annyi tapasztalatot, amennyit csak szeretnék, és azt elhozhatom utána ide a Magyarországra és a Magyar Kerékpásportba. Megfogalmazódott már bennem, mondom, egyre, egyre inkább, egyre inkább érzem azt, hogy erre van esély. De figyelj, kell ez bármifajta papír, mert azt tudom rólad azért, hogy te uci tanfolyamokra jársz. Vagy ez abszolút más téma? Igazából szerintem a Virtual csapatok annyira nincsenek kibékülve a uci -jal. ugye ez, nyilván, aki így jobban benne van a kerékpárban, az itt tudja, hogy általában szembe mennek. Úgyhogy nem gondolom azt, hogy egy UCI papír egyébként nagyon nagyot nyom, egy, egy UCI diploma nem fog nagyot nyomni egy vörtúr csapatnál. Én azt gondolom, hogy itt a valós tudás számít a legtöbbet és, kapsz és nem feltétlenül tudást? a papíron. A UCI-nál egyébként most megyek a hármas tanfolyamra szeptemberben a NOB és a Magyar Kerékpáros Szövetség jó voltából. Utána majd mesélek róla, hogy, 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 miket kaptunk ott. Remélem, hogy, hogy igen. Egyébként networkingre nagyon-nagyon jó lesz abban, biztos vagyok. Svájcban lesz a, a, a UCI központban. Remélem, hogy sok tudást fogok tudni összehalmozni. Lássuk meg! De ez milyen tanfolyam? Tehát, hogy mi leszel, vagy miért kell itt szinteket lépni? Igazából ez az országúti kerékpáros edzői tanfolyam, tehát ez nem léti edzői, hanem kifejezetten kerékpáros edzői, azon belül is ö, országút. Három szintje van, egyes, kettes, hármas, én most megyek a hármasra, ezután kapod meg a UCI diplomát, ekkor leszel a UCI-nál egy elfogadott, a UCI által elfogadott, vagy diplomázott kerékpáros edző, de egyébként, ha jól tudom, most a svájci egyetemmel közösen akarják létrehozni a négyes tanfolyamot, ami azért már brutál jól hangzik. Egy svájci egyetem közösen a uci a kerékpáros edzőképzés azért ez így, ez így elég durván jól hangzik. Remélem, hogy, hogy oda is eljutok majd ezután. Na jó, de egyszerűsítsük le, Tehát, ha a hármast elvégzett, akkor onnantól kezdve, most tényleg csak a példakedveri Valtaratillának Attilának írhatná edzést. Hát, igazából szerintem ez nincs összefüggésben. Tehát, hogy, tehát, hogy jó, sem jogilag, sem másképpen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy rengeteg vörtúr bringás edzőnek nincsen UCI diplomája. Sőt, szerintem a legtöbbnek nincs. Lehet, hogy csak múltja, mondjuk 20 évig tekert profiként és. I igen. Ha? De bi bi abban biztos vagyok, hogy borzasztóan képzettek, de hogy nem a UCI-nál tanultak, vagy nem feltétlen a UCI-nál tanultak. Márk, ha már bejöttél, segítsünk ennyit a hallgatóknak. Te hol vagy, megtalálható valaki rádírna, erőléti edzőt keres esetleg hol jelentkezel nálad? Tehát, hogyha valaki erre adna a fejét, akkor Instagram. Instagramon megtalálnak cssiák a márk. szerintem ez a legegyszerűbb. Jó, és ha ott írnak, akkor. Uh -huh. Válaszolni fogok. Jó, szuper márk. Én annyitok tudok mondani, hogy szerintem marha érdekes volt. Szakmai is volt, közérthető is volt, én szerintem érdekes is volt. Beleláttunk egy picit Walter úr mindennapjaiba olyan oldalról, ahonnan nem szoktunk. Úgyhogy köszi, hogy jöttél! Én is nagyon köszönöm, jól Hat... éreztem magam. Te pedig köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!